Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Révényi István. Jó estét kívánok! Az a helyzet, hogy a héten nem csak mi ültünk le egymással vitázni. És bár a Bayer Zsolt kávézni hívja a civileket munkacímmel futó esemény, olyan sok eredmény nem hozott, de én akkor is azt mondom, hogy igen, tessék példát venni rólunk is, és összejönni, megbeszélni, megvitatni, beszélgetni, egyáltalán szóba állni. Úgyhogy ennek szellemében továbbra is lelkesen várjuk ide a stúdióba is a Fidesz által delegált vitapartnereket. És a ma esti vendégek, Pörzse Sándor, újságíró. Jó estét kívánok! Konok Péter, történész, publicista. Jó estét kívánok! Bakos Zoltán, fotográfus. Jó estét kívánok! Vahorn András, művész. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert, független publicista. Jó estét kívánok! És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok! Kezdjünk egy érdekes listával. A Sunday Times állította össze Európa vezetőiről azt a listát, amiből az derült ki sokak meglepetésére, hogy Európa erős politikai emberei között meglehetősen sok, vagy meglepően sok a gyermektelen. Néhány nevet mondanék, ugye a új francia elnök Emmanuel Macron, aztán Theresa May, a brit miniszterelnök, Jean-Claude Juncker is rajta van a listán, és hát ugye Angela Merkel, a német kancellárasszony is a gyermektelenek sorát gyarapítja. Most ez a lista terjed elég viharosan, így internet meg Facebook szerte, méghoz azzal a kommenttel, vagy azzal a hangulattal, hogy íme Európa elveszejtői, akik épp a gyermektelenségük miatt hoznak folyamatosan mindenféle felelőtlen döntést. Úgyhogy szerintetek mennyire állja ez meg a helyét, és valóban nem lehet jó politikus, akinek nincs gyermeke? Hát szerintem az ős bűn már, ugye Jézus Krisztus az első gyermektelen, és egész keresztény Európánk ugye erre alapul. Vagy akkor mi van? Vagy a papok, akik szintén gyermektelenek, és akkor ők kezelik ugye az emberek lelkét, meg a gyermekek lelkét, és ők gyermektelenek, azokkal nincsen probléma. Hát milyen érdekes gondolkodás. Szerintem ez egy kimutatás volt, amit most nagyon jól lehet használni Európa ellen. Pedig hát ennek semmi köze nincs az egyiknek a másikhoz. Általában azok az emberek, akik nagyon el vannak foglalva valamivel, azok nem annyira gondolkodnak a szaporodáson. Mert ha viszont az lenne a lényeg, hogy ki minél szaporább, annál jobban fog majd Európa jövője alakulni, akkor itt van a magyar-roma társadalom, bízzuk rá ők a Európát, igaz? Az, hogy a Facebookon meg a izén mit terjed, az aztán legkevésbé érdekes. Mondjuk ugye Adolf Hitlernek egy darab sem volt, sőt meg ráadásul vega is volt. Josip Stalinnak volt hivatalosan 3, de nem hivatalosan 4. Ebből az égott a világon semmiféle következtetése nem lehet jutni. Egyébként a Macron mentségére azért 36 éves korában az ember még nemzőképes, nem tudom, hogy azt tudja a közvélemény. Igen, de 60 éves felesége van, úgyhogy ott egy probléma alakul. Azért figyelj, legalább mi őrizkedjünk attól, hogy olyannal foglalkozunk, legalábbis megpróbálunk olyannal nem foglalkozni, amihez nem értünk. Van már azért a biológia sokféle meglepetés, az orvostudomány sok meglepetést tud okozni, akárha még ebben is. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenre van példa, és annak az ellenkezőjére is, igazából egy politikust az a személyes teljesítmény, vagy egy embert az a személyes teljesítmény, és az erkölcsi hitel, meg emberi hitel minősít, amit egyébként produkál gyerekkel, vagy gyerek nélkül. Én, ha már itt tartunk, meg szeretném jegyezni, hogy gyereket csinálni jó, úgyhogy ez tök rendben van. Ha elmebeteg vagyok, nem azért vagyok elmebeteg, mert 4 gyerekem van, tehát ennek az inverzese igaz. Úgyhogy befejezésül csak annyit tudok mondani, hogy ez meg a digitális világ. Egy csomó ember most egyszer csak úgymond olyan tudás birtokába jut, amivel ő azt hiszi, hogy a világot meg lehet magyarázni. Pedig nem, a én valahogy egyébként megértők vagyok azokkal, akik ezen így kiakadnak. Tehát érteni vélem a mögöttes szándékot, ugye, hogy az valamiféle felelősségvállalás jelent így az életben, a világgal szemben, csak ez nem igaz. Tehát ez a két dolog, ez tényleg teljesen különbözik egymástól, hogy a gyereke az embernek azért lesz többnyire, mert gyereket szeretne. Politikusnak ugye sok okból lehet menni, ezek között a pénz, a hatalom, vagy akár az, hogy valami jót csináljon, amire úgy gondolja, hogy jó a világ.
világgal ez is szerepel, hát millió dolog. A két, tehát a két halmaznak, ha úgy tetszik, mindenféle metszetei vannak. Ebből szerintem semmiféle következtetést nem lehet levonni. Ez sokkal fontosabb egyébként, ha már arról volt szó, hogy a gyereket csinálni viszont öröm, egyébként gyereket nevelni is többnyire öröm. Igen. Már hagyják. De persze, én azt kívánom a politikusoknak, hogy a szexuális életük legyen nagyon boldog, és aztán, hogy gyereket akarnak-e, vagy sem, mert az ugye mindannyiunknak jó lesz, hogyha ők ilyen szempontból kicsit jobban érzik magunkat, vagy legalábbis őszintén remélem, hogy könnyebb úgy politikai döntéseket hozni, hogyha az embernek ilyen szempontból kiegyensúlyozottabb. Azt szeretnéd mondani, hogy akinek nem egészséges a nem élete, az ne foglalkozom politikával, még csak ezt sem szeretném mondani. Egyébként az elég jellemző, hogy mit én a mindenféle vállalati csúcsvezetők és hasonlók között is, ugye mindenféle ilyen jellegű téren meglehetősen kevés a gyerek, gondolom, hogyha megnézzük, szerintem eleve felesleges erről statisztikákat csinálni, mert hát igen, hát mással foglalkoznak éppen. Tehát én meg szeretek eltökörészni a gyerekeimmel, de nem hiszem, hogy akkor most az én ágyékomból sarjad a nemzet jövője. Legalábbis őszintén. Borzalmas érvelés. Ez valami borzalmas érvelés a másik gyerekeinek a számával érvelni. Tehát a genderkurzus forradalmi ideológiájával szemben megszületett az ellenforradalmi ideológia. Én most itt ebben kifejezetten ezt látom. És amilyen a forradalom, olyan az ellenforradalom. Tehát amekkora debil idiotizmus a női kvóta, és azzal érvelni, hogy egy nő pusztán attól, hogy nő, és a hormonháztartásától alkalmasabb lesz a képviseletre, mint mondjuk egy férfi, ugyanakkor a debil idiotizmus azzal érvelni, hogy valaki alkalmasabb lesz attól, hogy gyereke van, mint hogyha ne lenne gyereke. Valóban az az érvelés ezzel a halálkultusszal, vagy azzal, hogy a nyugat az nem képes saját magát reprodukálni, ez felmutatható, de nem abban, hogy a politikusoknak van-e gyerekük, vagy nincsen, hanem abban, hogy a nyugaton élő embereknek nincsen gyerekük. Az egyiket azt úgy hívják, hogy szociológia és egy tudomány, a másikat meg úgy hívják, hogy debilizmus, debilitás, gyenge elméjűség. Miféle érvelés ez? Ez az érvelés az abból indul ki, hogy nem elég tudnod azt, hogy a másik mit mond, ahhoz, hogy megítéld, hogy igaza van-e, hanem tudnod kell, hogy ki mondja. Azt kell tudnod, hogy hány gyereke van, és hogyha három gyereke van, akkor azt, amit mond, hát meg kell szorozni hárommal, mert hogy hát neki háromszor olyan fontos a jövő, ugye? Ha meg nincsen, akkor meg hát azt el kell osztani hárommal, ugye? Vagy hát annyival kérvel ellene. Hány gyereke van annak? És akkor ez alapján kéne eldöntenünk? Hát ez nevetséges. És akkor mi a helyzet a túlsúlyosokkal? Még saját magukra se gondolnak? Hát miféle jövőjük van? Hát egészségtelenül élnek. Mi a helyzet a dohányosokkal? Mert túlsúlyos és nincs gyereke. Mondjuk túlsúlyos, nincs gyereke, és még dohányzik is. Akkor neki nem lehet értelmezően, nem lehet igaza. Hát hogy lehetne igaza? Hát hogyha valakinek a saját jövője nem számít annyira, hogy lerakja a cigarettát, akkor ugyan miért kéne hallgatnunk rá? Ugyan hogy lehetne igaza bármiben is? Hát ugyanez az érvelés. Persze, hát egy tipikus nyugati életpályamodell van e mögött, nem? Hogy az a politikus, aki eljut odáig, nyilvánvalóan, ahogy itt valamelyikőtök mondta, kevesebb ideje jut, lehet, hogy kevesebb ideje jut a magánéletre. Egyébként meg lehet, hogy csak pekje volt, és nem találkozott az igazival. Egyet értek, nem is érdemes erről annyit beszélni, ez egy idiotizmus, ezt elemezget. Szóval azért van egy másik vetülete is ennek, hogy Európában roppantúl rosszak a népesedési adatok, a Németországban 1,1%, ha kivonjuk az ott vendégmunkáskodó törököket, vagy ott élő arab népességet. Franciaországban 1,37, tehát azért mindenhol nagyon alacsony, és ahhoz, hogy a népesség a létszámát fenntartsa, 2,2 kell, és nézzük meg, mennyi a válás, ugye? Tehát azért azt megnézni, hogy mit tudom én, Franciaországban és Németországban egyaránt 100 házasságból 51-be elválnak, hogy Spanyolországban 57-en válnak el 100 megkötött házasságból. Hát úgy, hogy ilyen romlott a társadalomnak az erkölcsi alapja, és abból, hogy elválik, nem születik gyerek. Ezeket a politikusokat a társadalom önmagából adja, ezek nem a Holdról jöttek ide, vagy a Siriusról, és olyanok, amilyen a társadalom. Tehát ha egy gyerektelen társadalom van, akkor a vezető is gyerektelenek, és azért zárójelben megmerném jegyezni, van abba valami, hogy egy kicsikét másként gondolkodik az, akinek gyereke van és felelősség teljes. Szóval én ezt nem zárnám ki. Van azért ki ilyen. Ki nem kell zárni, de abból, hogy van gyereke, abból nem következik, hogy felelősség teljes. Ez maga a debilitás. A társadalom gyerektelensége probléma.
bizony. A vezetők gyerektelensége nem probléma. Ez egy felhozott ügy, ezt én is úgy látom, és azért mondtam azt, hogy a társadalom termeli. Ez legyen vezető vagy nem vezető, nincsen közünk. Tehát az mindenkinek a magánügye. Társadalmi szinten én is úgy gondolom, hogy ezt meg lehet nézni, és lehet gondolkodni arról, hogy itt mi történik. Na de ezt viszont erkölcsre lefordítani, hát nem igaz, hogy erkölcsösebb feltétlenül az, hogy gyereke van valakinek. Senki nem mondta. Nem igaz, hogy erkölcsre lefordítani. Azt mondtam, másképpen gondolkodik, abban van valami. Az lehet, hogy te is másképpen gondolkodsz, meg a Konok is másképpen gondolkodik, meg a Konok is, meg én is, meg a Vahorn is, meg a Dévényi is, ez az egyik, mert Bin Ládennek baromi sok gyereke van. Nem tudom, hogy ebből mi következik a robbantások tekintetében. Mint ahogy abból se, hogy azért az erkölcsi dolgok megítéléséhez nem kell azt a kompetenciát vitatni, hogy aki nem követett el például gyilkosságot, az ne tudja megállapítani, hogy a gyilkosság rossz rá az egyházra. Ugye? Tehát a papok attól még simán el tudják dönteni egy erkölcsi kérdésről, hogy az jó-e vagy nem, hiszen tanult a hisz Istenbe, az nem egy akkora nagy bűn, tehát nem kell neki fajtalankodni, nem kell neki megcsalni senkit. De ilyen nem is gondolod senki. Ugyanezen az alapon, hogy gyermektelen politikus is el tudja dönteni. Van egy olyan, hogy tíz parancsolat. Tehát azt végig olvasod, akkor más egy kicsit. Azt mindenképpen a vitából azokat az érveléseket hagyjuk már ki, amit nem mondott az ég a világon senki. Tehát mi is azt mondtuk, hogy illetékesség van, erkölcsi legitimitás van. Tehát ezzel az állítással ezt az állítást, ezt nem is hallottam, itt nem mondta senki, tehát ne állítsuk be egymást, és ne olyan állításainkkal vitatkozunk, amit nem mondott senki. Akkor én csak annyit tennék még ehhez hozzá itt a végén, hogy ha egyrészt, másrészt meg, hogyha mégiscsak tovább menne ez a vita a Facebookon, vagy még terjed tovább ez a lista, hogy biztos, hogy fog, akkor azt azért árnyalásként mindenki írja majd oda, hogy Macron valóban még a gyereknemzés előtt van, Theresa May szeretett volna, de sajnos egészségügyi okok miatt nem jött össze, és a skócia első miniszterasszonya. Akkor beszéljünk arról, amit az elején egy kicsit belecsippentettem. Nagy lelkesedéssel várta legalábbis a média azt a kis találkozót, amit Bayer Zsolt szervezett. Ugye arról van szó, hogy röviden az előzményeket, hogy Szél Bernadett az LMP társelnöke feljelentette Bayer Zsoltot, aki a Karc FM műsorában azt mondta az országgyűlésben némán tiltakozó civilekre, hogy legközelebb szanaszét kell verni a pofájukat, és a taknyukon, vérükön kell kiráncigálni őket onnan. Az így megszólított civilek erre annyit üzentek Bayernak, hogy mielőtt véresre veretné őket, üljenek le egy kávéra, és beszélgessenek arról, hogy a publicista mitől fél. Ez a találkozó jött össze, aztán a Bayer Zsolt meghívta még Gulyás Mártont és Szél Bernadettet is, azt egy ilyen 6-8-10 fős társaság beszélgetett volna elméletileg arról, hogy hol is tart a magyar közélet, közbeszéd, és hogy mit is lehetne ezzel tenni. Szerintem nem ez történt. Én olyan nagy eredményt nem láttam ebbe, de hát győzzetek meg, hogy ez egy fontos találkozó volt, egy mérföldkő. Ki ismeri itt a Bayert ebből a hetesből? Mármint, mi ketten? Hogy? Nekem abban, amikor a barátom volt. Nagyon döbbenetes az, hogy így összejártunk is. És nem tudom, tudjátok-e róla, hogy nagyon jó kis szép irodalmi munkássága van. Tehát van egy novellás kötete, ami most lehet, hogy elragadtatom magam, de már-már Krúdi szintű novellás kötet, elképesztő. És különösen furcsa így egy ilyen embertől, aki egyébként, ha jól tudom, irodalom szakon végzett, hogy ilyenre ragadtatja magát, és sokszor már úgy érzem, hogy önigazolásból. És gyakorlatilag a trágárság szinonimájává süllyedt le a magyar újságírásban. És elképesztő rossz ezt tudomásul venni, egyrészt egy rossz baráttól, másrészt mégiscsak egy úgynevezett polgári konzervatív világot képviselő, mint újságíró, vagy legalábbis annak a politikai vonalnak az újságírója. És akkor ugye megint az van, hogy akkor megint valahogy oda kerül Gulyás Márton, hát szóval a gyerekek. Márton? Gulyás Márton, igen. És akkor nézi ezt az ember. Tudom, csak megint nézi ezt az ember kívülállóként, hogy a elképesztően trágár, önigazoló ember megint fölemeli magához, vagy lehúzza magához Gulyás Márton, Szél Bernadett ehhez ad valami támogatást, vagy ő hívja életre ezt a cicaharcot, és semmit nem old meg, mert ha láttátok, tegnap sem jutottak előre. Mindenki mondta, jó, én többet ilyet nem csak, de mondta ezt már a Bayer, amikor átvette a díját akkor is. Ez semmi. Pedig meg kéne tanulni, elfogadni. Bocsánat, én ebben a műsorban sokat tanultam attól, hogy a Csintalanról baromi sok rosszat gondoltam mielőtt. Megismertem. Most még többet. És a liberális oldalról is, de az ember egyszerűen kép,
szerintem fontos, főleg, hogy az idő halad előre az ember korábban, hogy megtanulja a másik véleményét is meghallgatni, nem kell vele egyetérteni, de nem kell küldeni az anyja p***jába azért, mert nem azt gondolja, amit én. Nekem az volt ezzel a gondom, hogy az egészet Bayert már megint beemelte abba a diskurzusba, ahol annyira jó lenne, tehát Bayert el kéne felejteni valamilyen szinten. Ha a NER-t tényleg egy ilyen testként képzeljük el, akkor van egy csomó szája, és igen, hát Bayer a tápcsatorna másik végén elhelyezkedő nyílásnak felel meg. Ez az ő funkciója, és szerintem bármikor, amikor így bespilázódik, média esemény kreálódik, ez nem politikai vita volt, ez média esemény volt. Úgy is volt megszervezve, úgy is volt meghirdetve. Tehát könyörgöm, én átmegyek nálunk a kocsmába, bármikor színvonalasabb beszélgetéseket folytatok ott a helyi kedves emberekkel, konstruktívabbakat, kellemesebbeket és értelmezhetőbbeket. Tehát igazából nem értem, hogy erre mi szükség volt, nem értem, hogy mi szükség, nem leülni egymással, hanem egy ekkora feltupírozott valamit csinálni ebből az egész leülésből, ahol tulajdonképpen valójában, ahogy meghallgattuk, akkor mindenki, monológok hangzottak el egyébként, nem párbeszéd, mindenki mondta a magáét. Szerintem egy nagyszerű esemény volt, nagyon örülök neki, hogy megtörtént. Az, hogy monológok voltak, az nem olyan nagy probléma, tudnélik az egyik fél meghallgathatta a másik fél monológiát. És az, hogy egyáltalán ez megtörtént, hogy együtt leültek, ez egy történelmi dolog volt, ne haragudjatok. Ugye a Fidesz nem szokott leülni, még csak be sem megy tévébe, vagy a parlamentbe nincsenek viták, nincsenek találkozások az újságírókkal, tehát önmagában ez egy nagyszerű esemény volt. Ha a Bayer Zsolt azt képzeli, hogy az a valóság, én meg ezt látom a valóságnak, akkor van értelme annak, hogy emberek megismerjék az egymás valóság képzetét, illetve megtanulhassák azt is, hogy nagyon sokféle valóság van. Ez az értelme ennek a műsornak. Péter, én nagyon nem értek egyet azzal, amit mondtál. Azzal, hogy Bayer Zsolt, te szerinted a tápcsatornának a másik vége, tehát nem lenne, hagyni kéne most már Bayer Zsoltot, nem kéne vele leülni egy asztalhoz. Ez a fajta kirekesztés, ez a demokratikus karta legszörnyűbb, legsötétebb hagyományait idézi fel, és láttuk, hogy hova vezet. Tehát én azt gondolom, hogy egyedül a nyílt vita, egyedül a nyílt diskurzus az, ami eredményre vezet. És nem az a megoldás, hogy a másik embert, és azt mondjuk, hogy hát az a tápcsatorna másik vége. Most onnan, ahonnan te nézed, lehet, hogy Bayer Zsolt a tápcsatorna másik vége. De Bayer Zsolt a jobb oldalon, a NER híveinek a körében egy kultikus figura. Attól, hogy te a tápcsatorna másik végének minősíted őt, és azt mondod, hogy vele nem kell, mert hogy nem tényleg kultúrember nem ül le vele egy asztalhoz, vagy ahogyan azt Eszterházy Péter mondta, bizonyos szint fölött nem ereszkedünk bizonyos szint alá, ennek csak az az eredménye, hogy megszűnik a diskurzus, hogy mélyítünk egy árkot a két szekértábor között, és hogyha megszűnik a diskurzus, hogyha megszűnik a vita, ha megszűnik a kommunikáció, az a legveszélyesebb tendencia, és az belesodor minket a polgárháborúba. Én azt gondolom, hogy a diskurzus nem szabad abba hagyni, és nem azért kell a Bayer Zsolttal vitatkozni, mert a Bayer Zsolt méltó a vitára, hanem azért, mert a Bayer Zsolt a másik oldalnak a kultikus alakja, aki a másik oldalon, igen, a másik politikai oldalon véleményt formál, aki a másik politikai oldalnak a véleményéért felelős, és igenis nem szabad lemondani a diskurzusról, nem szabad lemondani a kommunikációról, semmilyen körülmények között. Mert ahol elhallgat a szó, ott kerülnek elő a fegyverek. És ne felejtsük el azt, hogy a Bayer Zsolt... Szerintem, bocs, csak egyetlen rövid mondat, hogy reagáljak rá, személyes megtámadtatás ürügyen. Tehát a diskurzusnál egyetlen dolog van, a diskurzus megszűnésénél egyetlen dolog veszélyes, amikor áldiskurzust folytatunk, és az áldiskurzust helyezzük a diskurzus helyébe. Mert ezek után nem lesz lehetőségünk valódi diskurzust folytatni. Mert azt hiszem, elmondom, hogy szerintem miért volt jó ez a beszélgetés. Szerintem sem volt semmi értelme annak, ami elhangzott. De a ténye magának a beszélgetésnek, hogy most már ezekhez a civilekhez arcok tartoznak, gesztusok tartoznak, nevek tartoznak, személyiségek tartoznak, egy helyzet, amelyben Bayer Zsolt ott ült ezekkel az emberekkel.
már nem fogja tudni olyan módon démonizálni vagy dehumanizálni őket, vagy ha fogja tudni, akkor kell még egy ilyen alkalom, és még két ilyen alkalom, és még három ilyen semmit mondó és szükségtelen, és látszólag szükségtelen alkalom igenis kell, mert minden ilyen alkalom után nehezebb lesz ezeket az embereket ilyen démonoknak beállítani a jobb oldalon. Én sosem gondoltam, hogy te optimistább vagy nálam, de úgy látom, hogy úgy tűnik. Ráadásul említetted, hogy ez már az, vagy amikor megszűnik a diskurzus, akkor utána nagyon csúnya dolgok történnek, például jön a reklám, mert most egy kicsit megszűnik a diskurzus, de nagyon hamar vissza fogunk térni, és innen folytatjuk. Itt is vagyunk, a téma akkor továbbra is Bayer Zsolt és a kávézás. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a Bayer Zsolt azokat képviseli, azoknak ír, akik kétharmados többséget csináltak a parlamentbe. Tehát ha te a tápcsatorna végére veszed, akkor azt a 2 milliónál több szavazót is oda teszed. És a Bayer nem ír olyan rosszul. Tehát az, hogy egy politikai publicistát elragad a hív élőadásba, vagy adáson kívüli szituációba be lehet csalni egy ilyen dühösebb kirohanásba, nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy nem kell a parlamentbe berohangálni, nem kell az utcán sipolni. Én is úgy gondolkodom. Mert az semmit nem visz előre, hogy egy kisebbség, akinek a média őrületes reklámot csinál, azt hiszi, hogy a rendes gyereket nevelő családanyákat, meg akik dolgoznak a gyárakban, meg itt-ott, vagy mérik éppen a kebabot, azoknak ez pont jó, nem jó. De azért a Bayerről elég elnéző vagy, ugye? Igen, ezt érzed te is. Hát ez nem bűn. Hát ott meg ezt támadja. Ez érdekes, hogy te milyen kultúráltan elő tudtad ezt adni. Ez a Bayer Zsoltnak ez hogy nem megy? Aki egy ilyen művelt, egy ilyen kultúrált új Krúdi, aki ilyen jól ír, csak tudod, nem mindegy, hogy mit. Tehát a jól rossz, a jól rossz, a jól rosszat. De közben kigúnyolt, azért kigúnyolt engem is közben. Én már nem akarlak bántani. Te elragad az indulat. Nem akarlak bántani, de matekból se vagy jó. Na. Mert nem a kisebbség tüntetett, hanem a többség. Aki ebből tanulni akar, egy műfajelemzést azért érdemes csinálni. Mert azért ugye Bayer a maga módján jobban felkészült erre a beszélgetésre, mint amit a partnerei. Ugye nagyjából 2 hete folyamatosan mondja ezt a 10 darab idézetet, amit te is beidéztél, amit egyébként innen-onnan a tömegből hangzott el, és mondjuk az, hogy valakit kirángatnak a parlamentből, és itt befejezi a mondatot, mondjuk adott esetben egy kormányt, hiszen ez volt 48-ban is, az azért nem ugyanaz, mint amit a Bayer mondott, és ugye ebben a dologban az egy különösen fontos dolog, hogy ő meg van emelve, hiszen nem régen kapott lovakkeresztet. Ő lényegében, ha úgy tetszik, egy hivatalos személyé vált, a Fidesz hangjává vált. És akárki akármit mond, kétharmad ide, kétharmad oda, én el nem tudom képzelni, hogy azok az emberek, azoknak a túlnyomó többsége, az mondjuk egyébként ezen a hangon élni az életét, amit a Bayer megfogalmaz. Legalább ilyet magatokról ne állítsál, mert akkor szerintem eléggé zavarban kéne lenned önmagaddal is, ugye? Ezt, amit az előbb elmondták kulturáltan a Bayer, ugye meglehetősen durván adja elő. Aztán a harmadik része az, hogy mi van akkor egy művésszel, vagy egy irodalmárral, hogyha úgy érzi, hogy nem ér el hatást. És elkezdenek alkotói problémái lenni. Én szerintem a Bayernnek egyébként alkotói problémái is vannak. És egyébként sokaknak, másoknak szerintem is. Ezért van az, hogy egyre erősebben ordítanak. Most nem a hangerőről beszélek, hanem a stílusról, a jelzőkről, és egyáltalán csak az a baj, hogy ezek az emberek nem tudják, hogy a szó veszélyes fegyver. Sanyi, meg önmagát igazolja. Tehát nem igaz, hogy ő is nem látja Mészáros Lőrinc 100 milliárdját, nem igaz, hogy nem látja, hogy mi történik ebben az országban. Neki mégis ki kell állni, az ő ők le a tolla, és egyszerűen itt. És akkor itt benne van a vélemény. A Bayerből egy ilyen naív művész ember. Nem látja, hogy milyen eszközökkel látja. Sőt, ezért bűnösebb, mint más, aki... A szó veszélyes fegyver, ő aztán nagyon jól tudja, hogy a szó milyen fegyver, használja is alaposan. Egyébként minden politikai... Nem a Bayerra mondtam, hanem a közvéleményen, mert azért egy érdekes dolog, hogy van fogékonyság erre, Péter. Ezen gondolkodj el. Ezt akartam mondani, hogy minden politikától függetlenül erre a fajta kommunikációra van vevőképes kereslet. Mindig van, termeljük magunkból a saját vevőképes kereslet. Azért az nevetséges, amikor egy lovagkeresztes újságíró mindenféle internetes trollokra, meg tüntetéseken bekiabálókra hivatkozik, mert hogy ő bennük találja meg a saját ellenpontját, meg a hivatkozási alapját, mert hát gyakorlatilag azt a hangot üti meg, amit a köztéren valami proli bekiabált, hogy öld meg a szarrendőrt.
és akkor a Bayer Zsolt erre tud hivatkozni? Tehát ez a legvégső magyarázat arra, hogy ő miért engedte meg magának ezt a szubhumán hangot, vagy ezt a civilizálatlan viselkedést, mert tud hozni olyan internetes trollokat, akik olyat írtak be, ami legalább olyan durva, mint amit ő mondott, fel tud hozni olyan bekiabálásokat tüntetésekről, amit valaki a maga jogán lovak kereszt nélkül, újságírói státusz nélkül, igen. véleményformáló erő és hatás nélkül bekiabált a maga jogán, a maga frusztrációjából. Hát most Bayer Zsolt ezzel milyen szintre pozícionálja saját magát és a saját véleményformáló szerepét? Egy dolgot, hogy egy picit túllépjünk is ezen a dolgon. A hatalmi játszmákban azért nem kell túl sok hollywoodi filmet megnézni, hogy akárha úgy is, majd meglátjuk, akárha úgy is történhet majd a dolog, és az is következhet ebből, hogy a érintett delikvensek és bekiabálók azok nem jönnek, hanem küdték. Ezt azért a világtörténelemben gondolom, olyan nagy újdonságot nem mondtam. Azért azt tegyük hozzá, hogy nem csak ilyen példákat tudott hozni sajnos a Bayer Zsolt, hanem sajnos tudott olyanokat is hozni, hogy két újságíró beszélt egymással lámpavasról, illetve egy internetes hírportálnak egy külső szerzője is. Oké, persze, csak... Feljebb lennénk, hogyha Bayer Zsolt is a kollégáival beszélgetne azokról, mint amiket jelenleg megír, megjelentett, rádióműsorban előad. Igen, az egy érdekes vita, hogy a nyilvánosság szintjei azok miként viszonyulnak egymáshoz, de szerintem ebbe tényleg most nem menjünk bele. Igen, és azt se felejtsük el, tehát Bayer Zsoltot, én ezt nagyon becsülöm most ezért, mert azt se felejtsük el, hogy ott valami történt. Bayer Zsolt mögött egy néni állt, Isten óvja Bayer Zsoltot felirattal. És Bayer Zsolt ez alatt a felirat alatt azt mondta, hogy szerinte rosszul tette, hogy ezt írta. És akkor Gulyás Márton is azt mondta, hogy szerinte meg ő, Gulyás Márton is rosszul tette, mikor elragadta őt a hév. És akkor még a barátja is ezt mondta. Tehát manifesztálódott valami, ami eddig nem. És Bayer Zsolt olyat cselekedett, amit a miniszterek nem csináltak meg eddig. Úgyhogy ebből a szempontból bár becsülöm őt. Több részes sorozat értem. Következik, úgyhogy majd nézzük meg a fejleményeket, ajánlom, és majd visszatérünk rá. Jó, akkor mondjuk azt, hogy meggyőztetek, és én is egy picit most már optimistában látom, arról, hogy a többség szerint, amit itt ülünk, közülünk többség szerint mégiscsak fontos volt ez az összejövetel. Beszéljünk egy kicsit Orbán Viktorról, aki Kínába látogatott, és ennek a látogatásnak a legnagyobb vihart kavart epizódja az a Tiananmen téren történt koszorúzás volt. Én is háborogtam, de az az igazság, hogy ez tényleg egy protokoll esemény. Ugye Göncz Árpád 94-ben is ugyanott koszorúzott, és azért az időben lényegesen közelebb volt a tragikus eseményekhez, úgyhogy az fájdalmasabb. De a fórum után, aminek az volt a címe, hogy egy övezet, egy út, és ahol Orbán Viktorról készült egy emlékezetes fotó, amikor összemosolyog Putyinnal, és Erdogán és Lukasenko elnök pedig ezt megértően szemléli, és kicsit ilyen riasztóvá vált ez az egy övezet, egy út cím. Szóval a magyar miniszterelnök a fórum után a következőket mondta: a globalizáció régi modellje véget ért, a kelet felzárkózott a nyugat mellé, és a világ egy tekintélyes részének elege lett abból, hogy fejlett országok kioktatják például emberi jogokból. Megváltozott a világ, mert ott van a Shanghai ötök, ugye Kína, ott a BRICS államok, ott van az, hogy a világ 500 legnagyobb cégéből 100 kínai, hogy a világ legnagyobb tőkebefektetője jelenleg Kína, hogy a high-tech és energiaspóroló kutatások 60%-a Kínába esik. Oké, és 78 millió halott? Ezt nem tudom, hogy honnan vesz. Hát a kínai kommunizmus áldozatai. Bocsánatot kérek, én azt hittem, hogyha egy országnak van joga ahhoz, hogy azt mondja, ez az én ősi emlékművem, ezt koszorúzzátok, azt nem illik vitatni a diplomáciába. Oda megy mindenki, és azt koszorúzza, még a belga király is. Bocs, ne veszéljünk hülyeségeket. Az a probléma, hogy az egész nyugati civilizáció elfordítja a fejét Tibettől, elfordítja a fejét a kínai emberjogi borzalmaktól, meg attól, ahogyan Kína az emberi élettel, meg az emberi méltósággal, meg a szabadságjogokkal, meg a
az alapvető emberi jogokkal. Bocsánatot kérek, hát az emberi jogokkal már egyszer ráfaragtunk az arab országokba, mert ott nem kell az a demokrácia. Miből gondolod, hogy a 4000 éves kínai kultúrának pont az európai modellre van szüksége? Annak a kínai kultúrának, amely 2500 évvel ezelőtt már 1200 női költőt mutatott fel. Egyetlen egy mondatot hagyd tegyek hozzá. Tehát az 1200 női költővel szerintem úgy gondolod, hogy igazolni lehet a koncentrációs táborokban kivégzett, meg fogvatartott százezreknek a sorsát, az életét, ezt meg tudod, és te itt most ezekkel a költőkkel, több ezer évvel ezelőtti női kínai költőkkel érvelsz. Egy ősi kultúrára hivatkozom, egy-kettő, nem veszem magamnak azt a bátorságot, hogy itt százezrekről beszéljek, koncentrációs táborokról, mert nincsen. Most Kínát akarjuk megváltani, vagy egyébként arról a kérdésről beszélgetünk, hogy én Magyarországon szeretnék-e úgy élni, mint ahogy Kínában élnek a kínai emberek. Szerintem ez az utóbbi kérdés igen, sokkal fontosabb, annál is inkább, mert azért Kínához elég kevesen értenek ebben a világban. Azért azt a 6,5%-os per év növekedést, ami most is van, rohadtul elbírnám fogadni. Igen, de azért az, hogy Kínában a vásárlóerő évenként 8%-kal emelkedik, 30 éve. Mondjál egy találmányt, vagy pedig az, hogy a nyugati piacgazdaság már nem fontos. Kína a nyugati piacgazdaság eredménye. Azt mondjuk, hogy a kínaiak teljesen elutasítják az 5000 éves kultúrájukkal, meg a mit tudom, hány költőnőjükkel a nyugati típusú demokráciát, de 89-ben a Tiananmen téren nem ezt mondták azok az emberek, akiket ott halomra gyilkoláztak. Bocsánat, a kínai tankok. És most amikor Orbán Viktor oda ment és megkoszorúzta ezt az emlékművet, akkor bizony erre a nyugati demokráciára ő is nemet mondott, és aztán expressis verbis azt mondta, hogy miért. Tudod mi? Ha Orbán Viktor valóban az a jogvédő, az a fajta jogvédő, nemzeti szuverenitás védő ember lenne, akinek ő beállítja magát, akkor egy free-tibet pólóban kellett volna ott neki koszorúzni. Te hallottál már arról, hogy diplomácia? Hogyne hallottam. Akkor nagy nem értetted meg, vagy szándékosan mondod. Bocsánatot kérek, mondok én is válaszolok. Ne vágjatok egymás szavába, annak nincs értelme. A konferencia résztvevői közül nem tudom, ki tudja, szerintem csak Orbán Viktor koszorúzott a Tiananmen téren. Sem a Putyin, sem az Erdogan. Mert hogy a magyar tévében ez nem jelent meg, ezt te honnan tudod? Mert utána néztem. Az a probléma, hogy az egész nyugati civilizáció elfordítja a fejét Tibettől, mert mindenkinek, Kína mindenkinek, már mindenki egy kicsit Kínának a zsebében van. Így tehát, hogy ez itt a nagyon nagy probléma. És akkor, amikor ezt számon kérik Orbánon, akkor ez egy nagyon súlyos képmutatás, mert az egész nyugati civilizáció bűnös ebben. És amikor Orbán Viktoron kifejezetten számon kérik, akkor itt azt látom, hogy valami olyasmiből kovácsolnak politikai fegyvert most itt aktuálisan az Orbánnal szemben, amivel kapcsolatban az egész nyugat bűnös és bűnrészes. Az egész civilizáció. Robi, ez mindig így volt. Már G.B. Shaw elment Sztálin országába, ahol egyébként milliószámra haltak éhen az ukránok, és visszament a saját társadalmába, és azt mondta, hogy ez valami fantasztikus volt. Ennyit a nyugati civilizáció. A free-tibet pólót felteszi az Orbán, az akkor a világ hülyéje, mert azért egy kis stratégia. Nekem free-tibet pólót. 4,5 milliárd nem. Én változatlanul szeretném tisztázni a vita tárgyát. Tehát én azt mondom, hogy érdemes arról beszélni, hogy a nyugat és egyébként Tibet abszolút releváns, amit mondott a Robi. Arról is érdemes beszélni, bár egy kicsit több alázattal, hogy belemenjünk egy sinológiai vitába, mert azért Kína ennél komplikáltabb, mint ahogy itt az Móriczka elképzeli. Egy statisztikai adatot szabad mondani. Mint ahogy ezt Móriczka elképzeli, ez a másik dolog. De ami engem sokkal jobban izgat ebben a kérdésben, változatlanul az, hogy az Orbán mondatából mi következik. Az következik-e, pusztán csak egyébként, hogy a világ egyik jelentős tényezőjével diplomáciai, politikai kapcsolatokat kell építeni, és egyébként építsük meg a Belgrád-Budapesti vonatot, vagy az következik egyébként, amit azért Orbán most már többször elmondott, és egyébként erre utal, hogy nagyjából úgy kéne megszervezni ezt a magyar társadalmat is, mint ahogy egyébként Kína meg van szervezve. Na és azt gondolom, hogy ezt a vitát azért talán fontosabb lenne lefolytatni, mint az, hogy leüljünk Kínáról úgy unblock beszélgetni, ehhez előbb kicsit kéne olvasni Konfúciust, meg egy kicsit Tőkeit, és a többit. Majd akkor meghívjuk Salád Gergelyt, és akkor majd levezeti ezt a szemináriumot. Tehát a kérdés az, hogy mi lesz, mi következik ebből kis hazánkra nézvést, és mi következik ebből az Orbán fejével. Ez a kérdés.
Egyébként meg az, hogy megkoszorúzta az emlékművet, meg egyébként, hogy énekelt, meg mit tudom én, mit csinált. Ez egy akkora cumi, amit az a sok hülye mind beszokott. Ezzel nem kell foglalkozni, természetesen szoktak egyébként énekelni is, meg zenélni is, utána is. Mondjuk azt persze elképzelem, mert az, hogy a kínai elnökre várt Putyin és zongorázott. De arra azért kíváncsi lennék, hogy mondjuk, hogyha az Orbán késne, zongorázna-e a Putyin, vagy mondjuk a Putyinnál egyébként lehet-e késni úgy egyébként. Engem se érdekel a koszorúzás annyira. Engem az érdekel szó szerint, hogy ebből nekünk Magyarországon mi származik. És itt az történt, hogy az elnökünk hitet tett azok mellett, Kína, Putyin, Erdogan, és elhatárolódott a nyugattól, aminek állítólag tagjai vagyunk, akivel állítólag szövetségben állunk. Elárulta már megint a szövetségeseit. Engem ez érdekel ebből a dologból. Már azért mert ott... nagy meglepetés nem okozott ezzel. Mondom, ezt a párszor megtette, úgyhogy... De ilyen szépen még nem láttuk nekem... Orbán Viktort, Zolt. Hogy tényleg a legnagyobb diktátorok mellett együtt volt, és nem volt mellette senki más. Már úgy értve, hogy innen az EU-ból. Visszamennék azért, bocsánat, a szabad arra, hogy ezzel nem értek egyet, hogy Ázsiában 4,5 milliárd ember Tibetből kapja az ivóvizét. 7 nagy folyó, ez Kína kezében van. Bocsánatot kérek, ez stratégiai kérdés. Tehát aki Tibet szabadságáról beszél, az olyan egyszerű, hogy oda keres egy konnektort és belepisil, mert ez soha nem fog megtörténni, hogy Tibetben annak az 5-20 millió, 5 és 10 millió közötti buddhistának odaadják a független országot. Ez ilyen egyszerű. Tehát ez nem érdemes vitatkozni, és ezek a geopolitikai tények, ezek nem vitathatók, ez hülyeség. Senki nem akarja kiírtani. Hála az égnek. Kicsor és megmagyarázza Kínát. Bármilyen nemzeti kisebbsége. Ne haragudj egyébként, Szőkei Ferenc saját maga dedikálta nekem a sinológiai műhelykötetteit, és a filozófiát is a három. Ne, Sándor, ezt nem. Honnan meg tud lehessen beszélgetni? Oké, de igen, a téma egyébként tényleg nem ez lett volna, hanem ez a, hogy na mindegy, igen. Azt biztos, hogy Orbán Viktor nem teheti meg, hogy elmegy Kínába, és azt mondja, hogy ő már pedig nem koszorúz. Mert ő nem hajlandó. Mert az biztos, hogy akkor el se menjen. Akkor ne menjen el Kínába. De az, hogy ő ellátogat Kínába, és az ott egy protokoll, hogy ott koszorúznak, aki oda látogat, az ott koszorúzik a Tiananmen téren, és koszorúz, ezt nem lehet számon kérni Orbán Viktoron. Meg egy ilyen kis ország miniszterelnökén. De nótázni, azt ugye nem muszáj. Ugye? Nótázni. Tehát hülyét csinálni magából a kommunista párt, a kínai kommunista párt bankár elitje előtt. Ezt ugye nem muszáj. Tehát, hogy ez nem olyasmi, ez nem egy diplomáciai gesztus, amit meg kell tenni. Ugye? Tehát, hogy Hruscsov elvtársnak se volt muszáj, amikor Sztálin elvtárs részegeskedett, fölmászni az asztalra, félmeztelenre vetkőzni, és a rengű hájas hasával táncolni, hogy szórakoztassa Sztálin elvtársat, és Sztálin elvtárs ilyenkor olyan jól szórakozott, hogy a térdét verte a nevetéstől. És Hruscsov elvtárs ezzel nem csak az életét mentette meg, de még a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkári pozíciója is meglett végül. Úgy látszik, hogy az elvtársakat mulattatni, az a kommunista világban az mindig is egy jól működő stratégia volt. Olyan TSZ-elnököz, nem? Akkor viszont... Ugye, olyan TSZ-elnököz, zárszámadáskor. Van erre sansz, hogy szándékosan engedték ki ezt a felvételt, azért, hogy tévedjünk, ez egy kicsit hadai szólt, itt volt a mi emberarcú Viktor. Na, de hát akkor, ha már itt van nekünk a emberarcú miniszter. Emberarcú miniszter. Igen, tárgya. Ha már itt van, ugye ez magyar... annak még végre megszólalt. De ezt a végén akkor... A magyar népdal. Ott de Kínába, a távolban. De András, hogy nem csak a téli szalámi a legjobb a világon, de a magyar népdal. És a magyar nótát ne tévesszük össze, a szabad kérnem. Így van, és ezt például rá lehet, és erre rá lehet világítani a műsor utolsó részében, mert hogy maradjunk is ennél a nótázásnál, ugye a... gazdasági miniszter osztotta meg ezt a nagyon kedves vagy nagyon kínos pillanatot, amikor Orbán Viktor és Varga Mihály közösen éneklik a Szegedi Csikós című nótát a Bank of China képviselőinek. Ennek örömére azt kérdezem tőletek, hogy ha ti olyan helyzetbe kerülnétek, akkor mit énekelnétek a kínai nemzeti bank vezetőinek? Hát, ha én lennék Orbán Viktor, és ugye tudom, hogy jövőre már nem leszek miniszterelnök, akkor azt énekelném, hogy ha legközelebb látlak,
már nem figyelek rád. Én a Vujicic Tihamér Csattintsunk című dalát, amit a 60-as években repülőgépen szerzett, Kínába elő is adták egy delegációkor, és Pekingbe elénekelték, óriási siker, gyönyörű, régi, szép kínai népdal, csak sajnos nem értjük, mert ez biztos déli dialektusban van. Shanghaiba előadták, ott pont a fordítottját mondták, tehát Csattintsunk. Imádnivaló, amikor a bankárkaszt elleni illiberális lázadó, az a kínai kommunista párt bankár elitje előtt nótázik. Nótára fakad. Hát ilyen a mi illiberális szabadságharcosunk. Így kell a bankárkaszt ellen harcolni, ugye? Hát én nekem meg itt az az érzésem, hogy megelevenedett az állatfarm utolsó jelenete, utolsó pillanata, amikor az állatok benéznek az ablakon, és már nem tudják megállapítani, hogy Napóleon elvtárs ember vagy disznó. Elképzelhetetlen, hogy bár még nem voltam miniszterelnök, és már valószínűleg nem is leszek, de mondjuk egy ilyen helyzetben elképzelhetetlennek gondolom, hogy bármit is eldalolnék, és így viselkednék, mint a Röfi. Hát én a bizottság együttes 1980-as dalából idéznék, most, amit én írtam, ezt énekeltem volna. Korrupt vagyok és hazudós, magyar anya szült engemet, megkeresem a kenyeremet, jó fej vagyok, nagyon jó fej. Ez nekem is tökéletesen megfelel, de nekem elég gyér hangom van, úgyhogy a magyar miniszterelnökként kéne a kínai bank vezetői előtt produkálnom magamat, akkor egyszerűen megkérném őket, hogy ők fütyüljenek, én meg táncolok rá. Mint egykori néptáncos eleinte valami betyárnótában törtem a fejemet, de aztán győzött a másik énem, úgyhogy Depeche Mode és Where is the Revolution, ez pedig a szabadfogás volt, amit most kivételesen kedden vettünk fel, de azért fontos elmondani, mert hogyha szerdán történik valami világrengető, akkor nem maradtunk le róla, egyszerűen csak túl korai voltunk, de azért köszönjük a figyelmet.